Pál megtérésével kapcsolatos. Mint tudjuk, Pál apostol, mielőtt még apostol lett volna, üldözte a keresztényeket, és nagyon sok zsidót ölt meg. Vagyis nem zsidót, hanem keresztény abban az időben, és Istvánt is, mikor megkövezték, akkor ott volt, és egyetértett a többiekkel. Viszont meg történt vele egy érdekes dolog. Egyszer, mikor ment Damaszkuszba, ugyanilyen keresztény üldöző dolgot próbált cselekedni, akkor egy hang szólt, és megvakult ez a Pál, és akkor még Saulnak hívtak, és most az az állomása azzal fog kapcsolatos lenni, hogy a látással és a nem látással, a kereséssel kapcsolatos. Azt már elmondom végre konkrétabban. Két önkéntelenkezőt kérek a csapatban. Próbáljuk eljátszani, mivel Pál apostol történt, hogy nem tudott magáról, nem tudott látni. Megyom, látok. Hát igen. Jó. Ott? Nem, azt nem akarom még elmondani. Hanem. Még be kell csak tanulnom, tudjátok, mi vagyok az első. A csapatnak ide kell állnia. A két ember majd egy másik helyen fog lenni. Hogy Robinak kiabáltuk, Robi balra, Jobbi Robra, mit csináljon? Jobbra, bocsánat. Jobbra, megjelentem. Jaj, nem adok semmit. Az a baj. Nagyon örülünk, hogy itt vagytok, és hogy eljöttetek erre a túrára. Itt az első állomáson egy nagyon érdekes feladat lesz. Elmondom, hogy minden állomáson Pál apostolnak az életével lesz kapcsolatos a feladat. A Pál apostol Bibliában lesz. A Biblia második részében, az Ószövetségben a személy, aki a keresztényeket üldözte, de Isten ebben megállította és megtért. Megtemét egyáltalán nem látott. Ezért kézen fogva vezették be Damaszkuszba, és ott három napig nem látott, nem evett és nem hívott. Az lesz a feladat, hogy ki kell választanom két önként jelentkezőt. Hát ugye, mi is így választott a sellem. Hol vagy? Lát? Ennyit mutatok! Téged nem. Aha. Akkor ugyanúgy sem hagyjuk más. Jó, földesbe! Vigyázz, Tom! Sanyi! Gyuri, az bepörög! Vigyázz, igaz, elfelelődj! Nem, nem, nem. A gugok. Mit van
van a dombra. Oké, Miki. Amikor rendesen ülj fel, teljesen. Jól, ugor nagyon. Kosárba kell vinni egymást, hanem gólyavizsgi a fiátban. Legalábbis úgy érdemes. Figyeljetek ide, amit most mondok, mert meg is kell érteni a feladatot. Mindig két ember visz egy harmadik embert. Az, aki utazott, meg az, aki egy, odaérnek hárman, ebből két ember gyorsan ide visszaszom. Őt is vihetjük! Vagy nem jó? Még nem jó? Azt hiszem, hogy azoknak kell megint vinni, akik visszajönnek. Gyorsan, akkor most nektek kell valakit vinni. Na, kell hamar valakit. Könnyed. A picsúrkat, menj picsúrkat. Siessetek, mert időre megy. Gyorsan. Gyere, elvisszok, jó? Mind a ketten? Akkor egy új lesz. Kiborja! Kriszti, gyere, vagy tesó, gyere! Vigyázz! Vigyázz, inkább lassabban! Gyere, vigyázz! Öcsi! Kezével tartja magát. Jól kell, hogy... Jó,
visszamenni. Én kimondom, hogy a Sanyit kellett volna! Gyere már, Sanyi, kell jönnöd! Mondok kezdet! Jó! Jó! Sanyi, meg a Komi! Sanyi! Nem! Néló, de ha ízítom, hogy nem vagyok meg! Gyárj, gyárj, gyárj! Gyárj, gyárj, gyárj! Gyárj, gyárj, gyárj! Ez nagyon jó! Jó, még van egy. Jó, nagyon jó. Majdnem. Gyere, Ricsi. A labda. Köszönöm, hogy dombom másik. Elolvasom. Antiókiából és Ikóniumból azonban zsidók érkeztek oda, akik annyira felbújtották a tömeget, hogy megkövezték Pált, és kivonszolták a városon kívül. Hát itt most azt történt, hogy kivonszoltunk a városon kívül, és most fogunk megkövezni benneteket. Ezt csak szemléltető eszköznek mutatom, hogy hát ezzel is meg lehetne, de mi ide köveket tettünk ki. Nem. Dobálni kell egymást? Dobálni kell, de most én foglak benneteket, úgyhogy egyenként kell majd ideállnotok, és mindenki két dobást kap, és akkor kaptok pontot, hogyha mindegyik elő sikerül félreugranatok. Milyen messze kell állni? Akkor két. Jó, tűzje, hát mondjuk ideálltak a többiek is, úgyhogy majd ti is ideálltok. Akkor gyertek! Jó! Akkor Léci, most már te segítsen nekem, hogy visszafogok. Tényleg állított a lesztert? Az mennyi élet? Lesztert, meg a közöletiseket. Gergő. Jó. Nem lehet elkapni. Dehogy is szemeg lehet. Ide! Akarod, ide! Szivas labda, mert van benne két kis kő, meg víz, hogy nehet ezek. A víz, azt kérem. Aztán munkásom lőt. Csak a lábát hadd, Santi. Kapjál már kicsit mellé. Na, menjetek! Nem, még itt tartom. Gyere, Claudia! Várjál! Túl, hogy elkészültek! Na! Nem tudom még úgy! Na! Túl már. Gyorsan dobod! Kettőből lesz! De lassított felvételen is megmutatjuk majd. Te volt? Jó, csávó! De tessel levelt tehát a támadója! Na, csávó! Jó kapus! Hát mindig beengeded a gólt. Betoroztam magam mínusz egyel, és nem tudom, hogy nem tudom. Gyurda! Nos,
Súrd a gyere! Dob fel és lassan gyere! Megvellek! Urák, gyere! Itt tíz ember! Hát tűzemből! Na csupa kosz lett! Te bajod! Nem szokás csak. Rörülállam, pedig rörülállam. De ki nem volt még? Mennyi! Csabi! Gyerünk, Zoli! Még kettő. Á, Csabi, vedd úgy eltaláltad. Úgy ott volt. Már egy közel volt. A menetre velünket megvágyunk. Igen, igen. Most igazán, a következő pályára. Úszni köl. Jöjjön el országod, hozzánk a földre, a te akaratod legyen meg. Minden napon, mondjátok, add meg. Sziasztok! 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 És énekkel magasztalta az Isten, a foglyok pedig hallgatták őket. És az lenne a feladat, hogy itt van öt ének, és egyet el kéne énekelni. Megbuktam énekkel.
Tobi vezet. Az első alap. Oda jött hozzánk, levette Pál övét, megkülönített kezét és lábát, és ezt mondta, íme szól a Szentlélek, Jeruzsálemben. Aki él... Na, ne hozd már zavarba, te! Azért a férfi, aki él az övét, kötözi meg Jeruzsálemben a zsidók és a pogányok kezét. És ott láthatják őket. Na, a feladat az lesz, van ott egy vonal, nem biztos, hogy látszik. Hát sorba nem. Kell majd állnotok. Sorba kell majd állnotok egymás mellé, mindenkinek a jobb lábát a mellette lövő bal lábához kell kötni. És mit kell csinálni? Itt van egy vonal, az sem biztos, hogy látszik. És oda kell elérni. Nem is kell rádni. Gyorsan már! Hogy ez gossz? Kihetszik még. Segíts, hogy őrnek. Mi ott volt ki és Villa is a szatyorba, azt is megettétek már? A Bandi meg a Izzi. Megette a Bandi. Kettő föl, nem? De én még nem. Segíts, hogy őrnek. Beszélgessünk Bandi egy kicsit, gyere. Gusztustok. Vigyázz, mert rád köpi az egészet. Anya, annyi fog! Bandi, nézd erre, Bandi! Jó, oké. Viszti, ha nem nézd, akkor a köpő. Elfogyott, neked is, tudod, hogy is neked is. Nyitj ki a szád. Adjatok, hogy őt. De van még a fény. Gyere ide, benne állt a képest. Csopalt a kóla a gyomrában. Légy szíves, miért?
Thank you.
kisebbségek nevében nagyon szépen köszönjük azt, hogy eljöttek erre a kullára, amit megszerveztünk, és szeretnénk azt, hogyha a következő években lesz magas kura, akkor is nem sokan eljönnétek, és ezzel megtisztelnétek bennünket. Aki tud járni.